most Szegedről vonattal jöttél ide, vagy itt vagy ilyenkor? Mert hogy Szeged a másik hazád. Én egyszerre több helyen vagyok, tehát ez a különös ismertető jegyem, úgyhogy barátaim is csodálkoznak, hogy én tegnap még a Nemzetiben voltam, délután a Jurányiban, most meg itt vagyok a Klubrádióban, és este pedig Szegeden leszek, ahol a Szkénés könyvet mutatjuk be. Nekem azt szokták mondani, hogy ha nem vagyok valahol, akkor oda nem kell menni. Te is ilyen vagy, nem? Klasszikust idéztél, igen, ez pontosan így van. Úgyhogy, hogyha van rajtam egy nyomkövető, és a barátaim követik, hogy éppen hol járok, akkor tudják, hogy aha, erről most lecsúsztunk, vagy pedig éppen ott összefutunk. Azt mondom nekem, de lehet, hogy ezt meg fogunk kérdezni a műsorban is, ahol most ugyan megyünk, ha lesz stúdiónk, hogy ha választhatsz, mint ahogy választhatsz sokszor, akkor inkább független színházi előadást nézel, vagy közszínházat? Nem szép dolog választani bizonyos helyzetekben, de a függetleneket választom. Azért választom őket, mert én azt gondolom, hogy egy olyan fontos pillanatban vagyunk most, amikor egy bizonyos színházi kultúra el fog tűnni. Nem. De, ezt így igen, nem mondjuk ki. De, tehát egyrészt szerintem, azt nem mondtam, hogy melyik, egyrészt kutya kötelességünk nézni a függetleneket, másrészt meg azt gondolom, hogy ez a jövő útja, tehát hogy nem a nagy színházak, hanem padon, parkban, pincében, padláson és más nem P betűvel kezdődő helyeken egy-két-három ember leül, beszélget és csodálatos színházi élményeket ad. Szóval maradjunk a függetleneknél. Na jó, akkor a stúdióban is ezt folytatjuk, jó? Minden, ami független, az érdekel engem.